kedves nézőink, van nekem egy nagyon kedves régi magyar filmem, amiben elhangzik ez a mondat Kabos Gyulától, hogy ez nem a mi Szűcsünk, ez egy másik Szűcs. De most nem Szűcs, hanem Tóth Pétert köszöntöm, jó reggelt kívánok. Igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom képviselőjelöltje. Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a heti televízió nézőit. És hogy miért mondtam ezt a mi Szűcsünk, másik Szűcs? Milyen érzés úgy kampányolni, hogy megkérdezik hányszor, hogy nem maga az a náci jobbikos? Hát többször előfordult az életemben, hogy Tóth Péternek hívnak. Az Igen Szolidaritás Borsod megyei 7-es körzet képviselőjelölte vagyok. Ez melyik központtal van? Ez Mezőköves központtal. Mezőköves, igen. Ez Dél-Borsod, Bükkalja és Miskolc alatti régió. És sokszor belefutottam, mert azt mondták, hogy ilyen, ez a Tóth Péter név, ez ilyen általános, ilyen sokan ismerik, és ezért össze lehet keverni. Én nem nagyon szeretnék beszélni más Tóth Péterről, csak magamról és a mi pártunkról. Na jó, de muszáj ezt a point, ha nem sütöm el, akkor itt halok meg. Tehát azért mentse meg az életemet. Jó, akkor nézzük egy kicsit ezt a 7-es választókörzetet Borsod megyében. Ugye azt mondják, hogy jaj, Mezőköves, ez milyen egy rendben levő hely, kiváló minden. Foci csapata is van, ott minden, mint a bucsúban, már bocsánat azért a kifejezése. Akkor mi van ott? Hát foci csapat az van, az egyértelmű, és stadion is épült, de mi az emberekért kampányolunk. Mi az Igen Szolidaritás közkedvelt nevén ISZOM, ahogy a újságírók elnevezték. Mi rendben van az elnevezés. Mi az emberekkel foglalkozunk, és az embereknek nem a futballmérkőzés jelenti a életüknek az értelmét, hanem az, hogy meg tudjanak élni, az, hogy legyen fedél a fejek fölött, legyen normális étkezésük, normális fizetésük legyen a munkába, és mi ezért dolgozunk, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, ez tekinti a politikájának a központjába. Jó, oké, gyűjtik az aláírást a 250 ezer forintos nettó minimálbérért. Mondjuk ott a választókörzetben hogyan sikerült eddig? Igen, több helyen voltunk már a választókörzetben. Nagyon izgalmas a tapasztalatok, egyből jönnek az emberek és elkezdik mondani a problémáikat. A 250 ezer forintos minimálbér, azt mi egy olyan alapnak tekintjük, ami nincs miről beszélni. Egyszerűen ennyi pénzből lehet megélni ma minimálisan Magyarországon. Emellé még van nekünk az 50 ezer forintos családi pótlék, van mellette a 100 ezer forintos szociális minimumjövedelem, és hát a nyugdíjasokra is gondoltunk természetesen, 50 ezer forintos korpótlékot adunk. Na most mi például Cserépváralján voltunk, egy helyes kis dél-borsodi településen, a bolt előtt jöttek az emberek, elmondták a panaszaikat, nem járnak mérkőzésre, ők élni szeretnének, ők azért dolgoznak, hogy éljenek, és ezek a dolgok, ezek rendkívül nagy segítséget jelentenek nekik. Ott él Mezőkövesdön? Én ilyen két laki életet élek, mert Cserépfalon és Budapesten is élek. Körülbelül 30 éve keveredtem. Én egy alföldi parasz gyerek vagyok, és én úgy mondom, hogy itt ebben a régióban leszúrtam a gyökereimet, és ott van egy kis parasztházam, és ott is élek, itt is élek. Jó. Mit tud mondani az ellenfelekről? Nézzük először, ugye kormánypárt ellenfél személy az ugye biztos, vagy biztos? Kérdezem én. Nem tudom. Említsük akkor meg, hogyha már így megkérdezte, Tálai Andrásról van szó. Ő nagyon régóta itt van a régióban. Ő is egy olyasmi ember, mint én vagyok, hogy oda költözött, oda betelepült, hogy ott mondják, hogy gyűjtment, idegen, gyűjtment, ilyen szavak vannak. Ő nagyon sok mindent tesz a környékért, de az ő ide lejárt. Tehát azok, amiket ő tesz a környékért, és amit főleg most tesz, azok olyan alapdolgok, amik nincs meg az a plusz, ami most 2021-ben már szükséges lenne az országban. Mi az Igen Szolidaritás, mi azzal foglalkozunk, ami most szüksége van az Jó. emberekre. Az, hogy ő utat épít, az, hogy ő kimeszeli a STK-t, a rendelőintézetet, ez olyan alapdolgok, hogy nem ebből lehet az embereknek segíteni. És a ellenzéki összefogás jelöltje, vagy jelöltjei, fogalmam nincsen. Tehát most megvallom őszintén, fogalmam nincsen. Én nagyon örülök, hogy ellenzéki összefogás van, és
van egy ellenzéki kampány, de mi ebben nem veszünk részt. Az ISZOM a saját politikáját foglalja. Értem, de mondjuk találkozott az ellenfelekkel? Természetesen, ugye régóta ismerem, annak idején volt nekem egy ilyen választási magazinom is, amit ott a helyben készítettem, én írom a történelmét ott Dél-Borsodnak, Cserépfalu tiszteletbeli polgára is vagyok, büszke tiszteletbeli polgára, tehát ismerem az MSZP-s jelöltet, ismerem a DK-s jelöltet, sok sikert kívánok nekik, mi a saját politikánkkal foglalkozunk, az ISZOM azt akarja, hogy az embereknek pénzt adjunk, és az emberek normálisan éljenek itt ebben a régióban, és ez az szükséges, hogy az országos politikában meghozzuk mi azokat a döntéseket, és az ISZON egy önálló frakcióra törekszik a magyar parlamentbe, és ezáltal tud ez a régió is fejlődni. Jó, azt mondja mindig, illetve többször mondtam most is, hogy saját politikájukat akarják képviselni. Mit gondol, mennyire tekinthető ez a politika modernnek, mennyire tekinthető baloldalinak, és fontos az, hogy ez egy baloldali politika? Abszolút modern, abszolút baloldali program. Itt egyszerűen nincs kérdés. Tehát ezek az emberek, akik ott élnek, az ő munkájukkal épül ez az ország, az ő munkájukból vissza kell nekik sokkal többet adni, amit most a elképesztő világrekord áfával, a munkáltatóknak a elképesztő járulékos terheikkel működnek, tehát meg kell változtatni az elosztási rendszert. Most a GDP-t, ezt a borzasztó fogalmat, ha tekintjük, ennek a 16%-a kerül vissza csak a dolgozó emberekhez, ennek sokkal többnek kell lenni, itt nincsenek kérdések, nincsenek viták, hanem egyszerűen meg kell hozni azokat a döntéseket, és az kell, hogy az ISZOM a parlamentbe kerüljön. Jó, mit tervez mondjuk az elkövetkezendő 4-5 hónapra, tehát ebben a naptár évben mit tervez, hogy mi mindent fog megcsinálni, hiszen nyilvánvaló, hogy úgy tehát egy képviselőjelöltnek kell, hogy legyen egy határozott elképzelés, hogy ettől eddig ezt szeretném elérni, az összes településsel ellátogatni, szám szerint el kell határozni, hogy ennyi meg ennyi emberrel beszélni, aláírásokat gyűjteni, stb. Így van. Székely Sándor országgyűlési képviselőnk, az ISZOM-nak az országgyűlési képviselője, ő vele együtt Hiszkoszti Andrea elnökünkkel, Szanyin Tiborra, a miniszterelnök jelöltünkkel jártuk az országot júniustól július végéig. De most ugyanezt ön fogom... csak a saját körzetét járta végig, vagy volt másút is? Én másút is voltam, saját közöttemben is voltam, de ezt fogom folytatni, és szeptember 11-én fogjuk remélhetőleg, illetve biztosan be fogok jelenteni a Kádár János tervünket, ami arról fog szólni, hogy milyen konkrét döntések, milyen konkrét programelemek fogják jellemezni a mi további politikánkat egészen jövő áprilisig. Nem vitatva a Kádár János a 20. században mérhető teljesítményét, 2021-ben kell róla elnevezni egy programot? Ez egy állandó felmerülő kérdés. Csak egy fontos figurája volt a 20. századi történelemnek. Igen. Egy olyan fontos figurája volt a 20. századi történelmünknek, az emberek normális munkájuk volt, az embereknek kiszámítható életük volt, mi ezzel foglalkozunk. Minden politikai rezsim követel hibákat, mi nem ezzel foglalkozunk, mi azokat a jó dolgokat szeretnénk létrehozni, amik akkor jellemezték a társadalmat, és az a legfontosabb, ami akkor jellemezte, hogy nyugodt élet volt, egy boldog élet volt, és az emberek tudták, hogy merre fognak előre menni, tudták, hogy fognak nyaralni, tudták, hogy fognak a gyereket iskoláztatni, és mi ezzel foglalkozunk, hogy normális egészségügy legyen. Az igen szolidaritásunk nagyon fontos, hogy a normális ételek legyenek. Hát elképesztő történeteket hallok, a ingyenkonyha, a népkonyha, amit bevezetett a Fidesz, a kutyának nem adja oda néha az ételt. Tehát rendkívül fontos, hogy az emberek jól léte az valóban jól lét legyen. Azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy minden párt mondjuk az ilyen nagy ünnepekkor olyan nagyon úgy rákészülődik, és programokat szervez, sajnos az esetek nagy részében közhelyeket puffogtatnak el,
augusztus 20-án mit fognak csinálni? Ön elmegy, vagy csinál az ISZAM, mondjuk az ön körzetében valami programot, vagy van valami, lesz valami egységes országos rendezvényük? Én például találkozni fogok Kati nénivel a Cserépfaluban, aki további információkat fog nekem szolgálni, hogy merre felé menjünk tovább. Nagyon fontos dolgot emelnék ki például a nyugdíjak kapcsán. Tényleg elképesztő, hogy azon a vidéken nagyon jellemző volt a súmásság, mint lét, hogy eljártak az alapvető dolgozni napszámba. Amikor a nyugdíjakat kiszámították, elképesztő hibákat halmoztak föl, és mi ezt is szeretnénk korrigálni. Valaki ledolgozott 40 évet és 77 ezer fontos nyugdíja éldegél, és egyszerűen ez elképesztő. Az ISZON 150 ezer fontot fog adni minden egyes nyugdíjasnak. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer font a minimum, és ez 50 ezer fontos korpótlékot adunk. Mi augusztus 20-án is ezekkel a dolgokkal fogunk foglalkozni szerte az országban. Tehát nem lesz központi nem rendezvényük, lesz. Hanem mindenki, ahol éppen van, ott fog valamit... Mi az emberekkel beszélgetünk, és velük az ő problémáikat építjük mennyire, a politikánkban. Még zárásként ezt kérdezem, mert ugye ez egy olyan típusú politika, hogy úgymond az emberek közé menni, amit keveset lehet látni azért, mert tehát aki oda megy az emberekhez, nem aki oda hívja magához az embereket. Ez mennyire jön be, hogy a politikus megy oda, és nem pedig elhívja? Ez teljesen bejön. Mi tavaly októberben volt egy támogatottunk Borsodban, a szomszéd körzetben, a hatos körzetben, mi majdnem 3%-ot értünk el. Semmiféle médiával, semmiféle segítséggel, semmiféle állami fölvett pénzekkel. Ezt úgy értük el, hogy ott voltunk Legyesbényétől kezdve, Szerencsig, az összes kis településen, és az emberekkel beszélgettünk, és megmutattunk nekik, kik vagyunk, az igen, szolidaritás, mit képvisel. Mi ebben hiszünk, mi ezt fogjuk továbbra is csinálnunk. Sok sikert kívánok másoknak, a mi politikánk ez. Szabad elárulnia, vagy még nem szabad, hogy lesznek-e még olyan úgymond nevek, akikre úgy fölkapja az ember a fejét? Szeptember 11-én lesz egy munkás büszkeség napi rendezvény. Itt lesznek már olyan nevek, amire fölkapják az emberek a fejüket. Kérek addig egy kis türelmet. Mostanában, hogy mindig ez a türelem kérés. Na jó van, akkor nem tudunk más csinálni, mint hogy türelemmel leszünk. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Kati nénivel való beszélgetésre is, jó? Így lesz. Köszönöm, hogy itt volt.